Győzelemmel tért vissza a válogatott szünet után a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. 25 napnyi meccszünet után 85-78-ra nyert az atomerőműes ellen Dragan Aleksics együttese. Ezzel a győzelemmel megmaradt a remény a playoffba kerülésre. Sokkal erősebben tudtunk játszani, mint a szünet előtt. Jól használtuk ki az időt a felkészülésre. Újjáépítettük magunkat, fizikálisan sokkal jobban nézünk ki, mint 3 héttel ezelőtt. Gratulálok a játékosoknak, egész meccsen 100%-ot nyújtottak. Voltak hullámzások a játékban, de amikor keményen küzdenek és akarnak védekezni, futni, akkor mindig van esélyünk a győzelemre. Nagyon fontosak ezek a hazai győzelmek, hogy legyen esélyünk a 8-ba kerülni, de ez a többi csapattól is függ. Ma elégedett voltam a látottakkal, és remélem, hogy ez így is marad a szezon végéig. Gól nélküli döntetlennel ért véget a szomszédvári rangadó vasárnap. A Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgó bajnokság 26. fordulójában a PMFC a Szent Lőrincese vendégeként lépett pályára. A 92. percben ugyan a pécsiek betaláltak a Szent Lőrinci hálóba, a partjelző les miatt nem adta meg a gólt, így 1-1 ponttal távozhattak a csapatok a stadionból. Megnyerhettük volna véleményem szerint a mérkőzést, próbáltunk minden körülményhez alkalmazkodni, meg is rúgtuk a gólunkat, úgy látták nem volt szabályos, úgyhogy el kell, hogy tudjuk fogadni. Ettől függetlenül nem ezzel kell, hogy foglalkozni, inkább azzal, hogy a saját teljesítményünket próbáljuk meg olyan szintre hozni, hogy ezeket a mérkőzéseket a legközelebbi adódó alkalommal meg tudjuk majd nyerni. Győzött, így megőrizte veretlenségét a Peac női kézilabda csapata az MB2-ben. Pap László együttese 43-20-ra győzte le a Balatonboglár gárdáját, így továbbra is csoport elsőként várja a folytatást. Pontatlanok voltunk az első félidőben, tehát nem az az 5 gól vagy 6 gól volt a különbség az első félidőben két csapat között. Védekezésben mindenkinek volt egy-egy hibája, egy kis elcsúszás, egy kis rossz megválasztása a lehetőségnek, és abban a pillanatban ezt kihasználta az ellenfél. Támadásra pedig sajnos a befejezésekkel adósak maradtunk az eredményes befejezéssel. A másik fél évben ezek a dolgok kiegyenesedtek, és ott a perctől kezdve azt gondolom, hogy semmiféle problémát nem okozott. Mindig ez egy ilyen csapat ellen nagyon szimpatikus, a Balatonboglár, de a legnehezebb az, hogy fejbe ott legyünk és úgy koncentráljunk, hogy a végén ez a megfelelő különbség kialakuljon. A PVSK Veolia kosárlabda csapata a szolnoki olajbányászhoz utazik szombaton. A PMFC szerdán a szombathelyi haladás együttesét fogadja, a Peac pedig pénteken a bajnok DS-e Nemes Vámos ellen lép pályára idegenben.